Itt az lenne a kérdésem, hogy a marihuana fogyasztás mennyire bűn Isten szemében, vajon Isten mellettem áll, akkor is, ha én ezt fogyasztom, ha kérhetem, olvassák be, köszönöm üdvözlettel, Gábor. Itt az első sorban egy szakértő ül ezzel kapcsolatosan, a Pajor, nem vagy, szakértő Tamás. Te nem ismered, vagy nem ismered a marihuanát? Soha nem szépen. De. Na, mi a véleményed? Hát összességében... Hát radikális szoktál lenni. Most is az leszek, tehát én nem hiszek abban, hogy vannak könnyű, úgynevezett könnyű drogok. Ezek erőteljes tudatmódosító szerek. Egyébként az orvostudományban különböző klinikai eseteknek a kezelésére kísérletként használnak ilyen anyagokat, hogy különböző elmebetegséget gyógyítsanak ezáltal. Tehát abszolút nem helytálló az a megállapítás, hogy ezek könnyű drogok, és csak egy ilyen feldobottságot okoznak. Tehát te nem ajánlod? Én abszolút nem. Te megtapasztalt, hogy káros hatása volt rád? Hát én 7 évig voltam marihuana függő, és sok barátom pusztán a marihuanától úgy maradt, és skizofrénelme állapotba került, és azóta is abban van. Köszönjük szépen, Tamás, nagyon örülök, hogy Isten megszabadított ebből. Van kiút, lágy és kemény drogtól való függőségből is, kövessétek Pajor Tamást, akik persze, hiszen már olyan módon, hogy úgy ne kövessétek, hogy drogot fogyasztotok, hanem abban kövessétek, hogyha valaki ezt tette, akkor hívja segítségül az Úrnak a nevét, mert Jézus Krisztus szabadító, és szereti az embereket, nem akarja, hogy az emberek ilyen növényi vegyszereknek, növény eredetű vegyszereknek az áltozatai váljanak. Mi sokkal fontosabb vagyunk, mint az állat és a növényvilág. Mi vagyunk az Isten látható világban Isten teremtményeinek a koronája, és ezért a méltóságunkat őriznünk kell az állatvilággal, akár az állatvilággal és a növényvilággal szemben. Természetesen nem azt értem, hogy el kell ezt pusztítani, de a nagy különbséget, ugye ma sajnos az evolucionista hatásra mindig a hasonlóságot erősítik meg, de a hasonlóság mellett még nagyobb a különbség az állatvilág és az ember között. Az ember rendelkezik olyan szellemmel, amivel az ember be tud látni Isten dolgaiba, amit egy hete mondtam, belátó képességet kapunk a szellemünkbe, be tudunk látni Istennek a munkájába, át tudjuk venni Istennek a javait, közösségbe kerülünk Istennel, és a szellemünkben Isten fényt ad, világosságot ad, tud együtt működni, tudunk ennek következtében együtt működni Istennel, és ezen keresztül a világot, az emberen keresztül bevezeti Istennek az országába, Istennek a dicsőségébe, de az ember alárendeli egy alacsonyabb rendű létezőnek, mert a növényvilág, állatvilág az, mi nem vagyunk buddhisták. A buddhizmus ezzel kapcsolatosan véleményünk szerint téved, az embernek a szelleme az egyszer jelenik meg testben, és másodszor csak föltámadáskor nincsen semmilyen más létformában való megtestesülése, és ugye ebből fakad az, hogy az állatvilágot, a növényvilágot az értékéke fölött magasztalják föl, és ez sajnos jogszabályokban is sokszor torz módon jelenik meg, és ezzel a nagy, hogy szkepticizmuson van ezért sok zöld mozgalommal kapcsolatosan, mert a világ mindenségben nagy különbségek vannak a különböző teremtett dolgok között, személyek között. Mi személyek vagyunk, Isten képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és ezt bármennyire is szeretjük az állatokat, házi állatokat, vadállatokat, én nagy természetbarát vagyok, de az embernek a nagyságával, méltóságával nem mérhető egyetlen egy látható teremtmény sem. Ezért mondja Dávid, hogy kicsoda az ember, hogy alig tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Kezeid munkájának urává tetted őt. Ez az ember, ez a mi elhívásunk. És erre kell az embernek felnőni és elfogadni a megváltót, mert csak a megváltás által tudja újra elfoglalni azt a pozíciót, ahonnét sajnos letaszította az embert a bűn.